Mi magyarok. Vendéglátás szó szerint. Gundel Károly öröksége. Franz Zacher, César Ritz, August Escoffier, Gundel Károly. Büszkén illeszthetjük a sorba a nagy magyar gasztronómus nevét, aki otthonról hozta tudását. Édesapja Gundel János a 19.-20. század fordulóján 35 éven keresztül volt a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartestületének elnöke. Az ifjú Károly Nyugat-Európában tanulta tovább a szakmát, majd a nagy lépést 1910-ben tette meg. Van Petics Ferenctől bírbe vette Városligeti éttermét. Bejárata fölé pedig kitette a Gundel cégtáblát. Ahogy Bartók és Kolály összegyűjtötte a magyar népdalkincset, Gundel Károly receptjeinket, ételkülönlegességeinket, ízeinket szedte csokorba, majd kezdte elkészíteni és szakácskönyvekben kiadni. Az 1939-es New Yorki világkiállításon a magyar pavilon hivatalos éttermét vitte a Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosít Budapestnek, mint egy hajórakomány turista prospektus, írta The New York Times. Szívesen jártak hozzá kora művészei, például Márai Sándor, akinek felesége Lola adta a Gundel palacsinta receptjét. Ma a pazarberendezésű Art Deco étteremben a gasztronómiai csemegéken túl zenei élmény és kortárs festők kiállítása is várja a vendégeket. Az elmúlt évtizedekben megfordultak a házban a világ hírességei, köztük az angol királynő, amerikai elnökök, de kóstolhatta a Gundel főztjét második János Pál pápa is. A Hungarikum Bizottság Gundel Károly örökségét 2014-ben a Hungarikumok gyűjteményébe emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.